A Tamási Művelődési Központ szolgáltatásai április 1-től újra a Városközpontban érhetőek el. Egyben a Zöldpont és Civil Ház, ahol ugye a telet töltöttük, párhuzamosan fog most már működni. Természetesen a Művelődési Központban számos programmal készülünk az itt élőknek, illetve a környékben élőknek. Alig vártuk már, hogy kiteljesedhessen ez a közművelődési tevékenységünk. Az elkövetkezendő hetekben azt gondolom, hogy minden műfaj kedvelői találnak majd olyan programot, ami számukra vagy hozzájuk közel áll. Legyen a színházi előadás, kiállítás, néptánc, túra, koncert, tehát hosszasan tudnám ezt sorolni. Hogyha picit rövidre fogva azért szeretném összefoglalni, akkor pont most a héten a térség kistérségi mesemondó versenye zajlik majd a Művelődési Központban alsó tagozatosok részére, de ugyanúgy, ahogy a Művház megnyílott a Tamási Galéria ismét, ahol beindultak az időszaki kiállítások, az idei évben évvégéig 8 kiállítást tervezünk még. Most, hogy Tolnamegyélnél maradjunk, a Bárka Művészeti Szalon kiállítását fogjuk megnyitni. Tudjuk, hogy zömében Tolnamegyei alkotók képeiből fog összeállni ez a tárlat. A hétvégén pedig már bízunk abban, hogy egy kicsit jobb időbe, de a Művelődési Központ természetjáró csoportja is útra kell, és minden hónapban természetjáró túrán ismerik meg a környék vagy a távolabbi környék szép helyeit. Van egy olyan csoportunk, amely Tamásiban a legrégebben működik, ez pedig a Nyugdíjas Klub, akik most ünneplik fennállásuknak fél évszázados, tehát 50 éves évfordulóját, természetesen őket is megünnepeljük, és ez is egy egész napos programmal együtt zajlik majd. A színház kedvelői újabb előadásra érkezhetnek, Prá címmel. Nyári Szilvia és Nyári Oszkár fog egy kiváló darabot bemutatni, az ország számos színházában mutatták ezt már be, természetesen számos felállásban, egy nagyon érdekes téma, könnyed is, de egyben elgondolkodtató is, hiszen azt mutatja be, hogy mi lenne, hogyha egy házaspár megnyerné a Lottó ötöst, és biztos, hogy az első öröm után azért számos gondolatot felvet ez a téma. Április 29-én a helyi táncosok hagyományápoló rendezvénye várja majd az érdeklődőket. Az idei évben ünnepli a Pántlika Néptánc Együttes fennállásának 20 éves évfordulóját, amely egy teljes programsorozatot fog felölelni az idei évben. Sokan vettek már részt az év elején a népviseletes báljukban, most egy következő állomása lesz ennek az évfordulónak, a Művelődési Központban egy viselet bemutatóval és táncházzal fogják ünnepelni ismét ezt a 20 évet, úgyhogy a népművészet, néptánc kedvelőit szeretettel várjuk majd erre a táncházra. Biztos vagyok benne, hogy itt a körülöttem látható előtér megtelik majd táncosokkal. A komoly zene is teret kap majd az intézmény falain belül. Május 13-án a Tamási Koncertfúvós Zenekar tavaszi ünnepi koncertje várja az érdeklődőket. Ezt megelőzően május 1-én zenés ébresztőt csapnak majd a városban, amikor a Tamási Szabadidő és Sportegyesület hagyományos rendezvénye is megszervezésre kerül. Tamási Parkerdőben a látogatóközponttal együttműködve lesz az idén megrendezve ez a majális, ami egyben sportágválasztó is. Ilyenkor a városban működő egyesületek, szakosztályok bemutatkoznak, felvonulnak, egy kicsit meg lehet őket nézni, hogy működik egy-egy edzés, kipróbálni esetleg. Ez azért szerencsés ilyenkor, mert a gyerekek a családdal, a apával, anyával együtt érkeznek, és ilyenkor ugye a szülő is jobban látja azt, hogy mi az a sportág, amihez a gyerek esetleg vonzódik. 14 órakor lesz egy táncos fitness bemutatónk, 14 órakor indul egy biciklis túra be a gyulai erdőbe, és 15 órakor pedig lesz egy közösségi futás. Ezekből az eseményekből a kerékpártúrára lehet előregisztrálni, de igazából mindenki, aki ide érkezik, részt vehet ezeken a rendezvényeken. Ezt a rendezvényt minden évben támogatók jelenlétével tudjuk megrendezni a Gyulai ZRT, a Tamási Város Önkormányzat, a Látogatóközpont, illetve egy helyi üzletlánc segítségével kerül ez megrendezésre.
Érdemes nyomon követni a TSS-e és a Városművelődési Központjának Facebook oldalát, ahol részletes információkkal szolgálnak a szervezetek programjaikról.